Tegnap egy nagyon rövid kis élményt mondhatok. London után egy hivatalos látogatáson Indiában voltam, Bombájba, vagy Mumbájba, ahogy ők mondják. Beültem egy taxiba, és a taxisofőr megkérdezte, egy muszlim ember megkérdezett, hogy honnan jött, diplomata vagyok, mondom, igen, honnan jöttem, Magyarország. És azt mondja, hogy no idea, sir, fogalmam sincs, hogy hol van. De mennyien laktak ott? Mondom, hát nem egészen 10 millióan. Erre olyan nevetés jött rá, hogy meg kellett állni a taxi, hogy 10 millióan, uram, ebben a városban többen laknak, mondta a taxisofőr. Mondom, tudom, készültem a válasszal, mondom, és tudja-e, hogy India, a világ második legnépesebb országa, hány aranyérmet szerzett Londonba? Mondta, hogy nem tudja, mondom, én tudom, egyet se. És mondom, tudja-e, hogy Magyarország mennyit szerzett? Nem tudja, mondom, 8-at. És aztán végigmentünk egészen a bronzéremig, és akkor azt mondta, hogy no more questions, sir. Több kérdésem nincs. Majd az egyik sarkon, még most jön a sztorinak a csattanója, azt mondja, az egyik sarkon, ahol megálltunk az egyik kereszteződésnél, ott volt mellette egy másik taxis, megismerte, lehúzta az ablakot, és azt mondta, hogy te figyelj, itt ül mögöttem egy pasas, nem tudom, hogy milyen országból jött valami hungari, de az biztos, hogy 8 aranyérmet szereztek a londoni olimpián. Na hát ez az érzés az, amit mindenkinek kívánok.